Psziché ezzel nyitunk az osztálya, a Nemzeti Színház nagyszínpadán. Pszichének a gyerekkorától a haláláig követjük végig a történetet, és mindenki más korszakát kapta ennek a nőnek. Izgalmas, már csak azért is, mert ugye ez elég egy ilyen nő központú darab. Csak ugye Vinyánszky tanár úr egyéni szemléletmódja miatt mi fiúk is elég fontos szerepet kapunk benne, és ugye igazából így mindenkire hasonlóan nagy feladat hárul. Ez egy nem mindennapi nő, és ha kimenjünk az utcára, akkor nem találunk 10-ből 10 pszichét. Ez nem egy színdarab, hanem versek, de pont ettől is izgalmas ez, hogy ezt hogyan tudjuk úgy gyúrni, formázni, hogy ez egy működőképes, élő, lélegző előadás legyen. Nyújtsd ki a kezed. Így is lehet. Szóval csak az a lényeg, hogy ne civilbe legyen, ne matatva legyen összekötve a mozdulat, hanem egyik, egy, kettő, három, négy, öt, tíz. Jó! Mehet? Tessék! Első szívalom, első sejtelem, első szívalom, első bír, első bánat, első rajongás, első csók, első szidalom, első hív, első tudás, első titok, első vigyázat, első meghalás.